Forró Krisztián bejelentését követően szinte fölujongott a lelkem, hogy szlovákok tömegeinek ennyire fontos Malina Hedvig ügye, vagy a kétnyelvű feliratok kérdése. Ha ez így van, akkor meg vagyunk mentve valóban, mert ez utána gyakori téma lett, hogy a Magyar Szövetség vezetője Peter Pellegrini mellé állt. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Önök a Nagyítót, a Ma Hét politikai elemző műsorát látják. Némileg szokatlan időpontban köszöntjük Önöket, hiszen holnaptól újra érvényes a kampánycsend, így még megragadjuk az alkalmat, hogy az államfőválasztás második fordulójának esélyeiről beszéljünk. Kollégáimmal, Somogyi Szilárddal. Köszönöm a meghívást. És Kocur Lászlóval. Jó napot kívánok, sziasztok! Eléggé szűkre szabott volt most a kampány, hiszen a húsvéti ünnepek is közbeszóltak. Szilárd, hogyan láttad, melyik jelöltnek sikerült jobban most ez a kampányidőszak? Az a fordított helyzet, ami az első körbe ugye előáll, tehát azért gondolom mi is, meg a nézőink nagy része is szinte biztosra vette azt, amit a fogadóirodák is sugalmaztak, hogy Peter Pellegrini lesz az első helyezett, hogy egy kicsit a sport hasonlattal érjek. A két forduló közötti időszakban is tartotta az iramot Iván Korcsok Peter Pellegrinivel, tehát legalábbis a közönség találkozók, a média szereplések területén ezt mutatja, illetve a közösségi hálón való kommunikáció alapján. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az aktivitás alapján, vagy legalábbis nem merném azt mondani, hogy az aktivitás alapján valaki óriási előnyre tett szert. Számomra nagy talán, de ezt valószínűleg majd egy későbbi kérdésnél fogjuk megbeszélni, hogy a Harabin jelöltre, a harmadik helyezett jelöltre leadott 11%, mint egy tartalék, mint egy pihent csapatok, vajon mekkora számba, és hogy tudnak mozgósítani, vagy hogy tudja őket mozgósítani, akár Peter Pellegrini, aki nyilván jobban szóba jön, hogy rászavaznak Harabin szavazói, illetve hogy az utolsó előtti pillanatban Stefan Harabin a maga jogkövető módján valamiféle utalást tesz majd arra, amivel orientációt ad támogatóinak. Ugye esetükben inkább az az opció, hogy otthon maradnak, mert valószínűleg Korcsokot nem támogatják, meg ezt egy azért jósolni lehet. Hát Korcsokot nyilván nem. Szerintem Harabin van annyira minden hájjal megkent öreg róka, hogy csak úgy ingyen ezt a szép eredményt, amit elérte, nem fogja hagyni amortizálódni. Térjünk még vissza a kampányidőszakhoz, Laci. Te miben láttad a kampánynak a legfontosabb eseményeit? Voltak viták, de azért a húsvét tényleg megtörte a kampánynak a lendületét. Ugye itt legalább nagypéntektől húsvét hétfőig terjedő periódusban óvatosan kell bánni a politikai eseményekkel. Kicsit képmutatóak vagyunk ebben mi választópolgárok, mert ha kampányol, ugye akkor az a baj, hogy még húsvétkor is kampányol, ha nem kampányol, akkor miért nem kampányolt, amikor csak két hét. Ezt egyébként láthattuk ismertő, ugye hogy nem, hirtelen mindkét jelölt vasárnap elment templomba, tehát Korcsokról megtudtuk, hogy evangélikus vallású, viszont az evangélikusok egy részének nem tetszett, hogy elment. Tehát, hogy kampányeseményé változtatta. Nem is az, hogy elment, hanem az, hogy ezt propagálta, ugye? Igen, tehát elment annak a gyülekezetnek a templomába, amelyik egyébként a magyar emléktábla kihelyezését gátolja Pozsonyban, tehát ez még így a profilba bele is illenék. De ugyanúgy a vasárnapi misén láthattuk Peter Pellegrinit is. Tehát eddig ezt az oldalát egyik jelölt sem mutatta meg, de hát láthattuk ezt kampányban másoknál is. Hirtelen felfedezték a önnön viszonyukat a hithez. Tehát igen, ilyen soft technikákra ad lehetőséget, illetve hát ugye túráztak is mindkét csapat saját követőtáborával egy-egy honi magaslatra, ha már a kampányban a politikai magaslatokra nem mindig sikerült föllépni. Ez még majd eldől április 6-án. De a földrajzi magasságokra mindenképpen felhágtak. Talán a média hátszelet Iván Korcsoknál valamivel jobban érezzük, tehát a szlovák liberális mainstream mindent is elővesz most Peter Pellegrini ellenében, ez lehet, hogy a bizonytalan szavazók egy részében esetlegesen visszatetszést kelthet, és ugye akit bántanak, emellé szívesen odaállnak, függetlenül attól, hogy most ez az úgymond bántás, ez jogos-e vagy sem, vagy mennyire hófehér pajzsal indul ebbe a küzdelembe. Laci, még tartsd magadnál a szót arra, kérlek, és a TV vitát, akár amit láthattunk tegnap este, vagy úgy általánosságban a kampányban, ezt a csörtéket, amiket folytattak verbálisan, hogyan értékeled? Ebből kivetett ki győztesen? A tegnap esti Marki Izabella vitát azt mindenképpen kiegyensúlyozottnak gondolom, és talán, tehát
kiütés semmiképpen nem volt, hogy a sport nyelvből vegyünk át kifejezéseket, és ha pontozni kéne, akkor talán egy hangyabokányival Pellegrininek adnám, nem sok. Tehát a tegnap esti Markizabeli vita kiegyensúlyozott volt, a gazdasági résznél láthattuk, hogy ott egy kicsit hajbakapósabb, kiabálósabb, egymás szavába vágós volt, de egyébként tehát mind a ketten kulturáltan viselkedtek ahhoz képest, hogy mennyire közel vagyunk már a... Nem akartak veszíteni választókat. Nem voltak ilyen nagyon durván személyeskedők. Uh-huh. Ma este szerda este a közszolgálati televízió csatornáján lesz még. Az utolsó úgymond, hát ugye a legutóbb szupervita volt az összes jelöltel, ahol még visszalépés is láthattunk most. Valószínű, hogy ez nem lesz olyan hosszú, mint a múltkor, ami 23-30-ig tartott. Ez a Rádió Express-beli félre sikerült féloldalas vita adhat okot talán kétségekre. Ezt ugye, mondjuk el a kedves nézőknek, hogy mi történt. Ugye Pellegrini vagy jelezte, vagy nem, ő azt állítja, hogy nem. A Rádió Express az ellenkezőjét, tehát hogy részt vesz ebben a vitában, majd vidéki elfoglaltságára hivatkozva nem jelent meg, akkor csak egyedül beszélgetett a műsorvezetővel, miközben fénykép készült róla, hogy a Miletics utcában tartózkodik. Jó, hogy onnan indult Vágóhelyre. Köszönöm, Laci. Szilárd, hozzád fordulnék, szintén a verbális összecsapások értékelésére kérnélek. Te kit láttál erősebbnek most ebben a két hétben? Nagyon jól megfogalmaztad előbb a motivációt, hogy választókat nem veszteni. Tehát, hogy inkább ez a cél vezérelhette, én szerintem mindkét felett, mert tényleg, ahogy Laci mondja, tehát azért akkora nagy karcsörtetés, mint amit majd esetleg láthatunk az amerikai választásoknál, vagy esetleg a tudatunkba egy választási tévévitát, főleg elnökválasztási tévévitát jellemezne, ez nem volt. Tehát mondjuk úgy, hogy a kereteket elérték, de azt nagyon nem feszegették. Szilárd, ezt mivel magyarázott, hogy ilyen óvatosak voltak? Nyilván nem akarnak veszíteni, de nyerni sem akarnak? Mind a kettőt meglepte az első körbeli helyezése, én szerintem. És ugye, tehát veszteni valója Pellegrininek van. Próbált ugye kockáztatni azzal az esettel, amit Laci mondott ezzel a Rádió Express-es vitával, tehát hogy inkább kitér a vitának a szükségesség, vagy maga a vita elől, de ezt sikerült ugye ellen érdekelt sajtónak kihasználnia, tehát Korcsok Malmára hajtotta ez a vizelte. Tehát én attól függ, honnét nézzük, ugye, tehát a föllépés, a viselkedés, a tényszerűség, ugye elhangzottak azért a vitákban olyan kijelentések is, amik mondjuk úgy, hogy enyhén megkérdőjelezhető a tényszerűségük, vagy pontosan nem ez a valóságos helyzet, ahogy ezt esetleg leegyszerűsítve a jelöltek megközelítették, és ezt is szintén mindkét oldalra adhatnánk ilyen pontokat. Tehát nagyon nehéz. Szerintem a pillanatnyi hangulat, talán még az időjárás is hozzá fog járulni, ugye esetleg egy rossz időjárás esetén kevesebben mennek el, akik mondjuk ilyen... Szombatra jó időt jósolnak. Jó időt jósolnak. Akkor meg a kertbe fognak menni. Hát, mindenre lehet mondani ugye valamilyen okot, de egy nagyon kiegyenlített végeredményt várok. Mennyire lehet komolyan venni a közvéleménykutatásokat? Ezek, amiket látunk, a legutóbbi felmérések is nagyon szoros versenyt mutatnak, és még csak egyenes tendenciát sem látunk, hiszen az egyik Pellegrinit, másik pedig Korcsokat hozza ki reménybeli győztesnek. Te ezt hogyan látod, mennyire lehet ebbe kapaszkodni? Úgy látom, hogy Szlovákiában ez egy speciális helyzet, tehát hogy a közvéleménykutatások akkor jönnek be, ha pont épp olyan eredmény születik. De hogy a kettő nincs valamiféle viszonyba egymással. Itt egy szakma süllyedt most el. Hát de nem ezt mutatja az utóbbi évek, tehát nem lehet kizárni azt, hogy épp előáll egy ilyen helyzet ismét, de én nem hagyatkoznék annyira a közvéleménykutatókra. Inkább hagyatkoznék akkor már sportfogadási irodákra, akik a saját pénzüket kockáztatják. De hogy állnak ott most a jelöltek? Hát inkább azt mondanám, ami biztos. Tehát az, hogy a sportfogadási irodák típje nem jött be az első fordulóba. Tehát tudunk ott mondani stabilan, valami számot, hogy hogy állnak? Úgy tudom, hogy Korcsok immár előre. Tehát őt favorizálják most jobban. Igen. Uh-huh. Laci, te milyen dinamikát látsz még így az utolsó napokra, hiszen a kampánycsend idején is még azért valahol döntés születik a választók fejében. Tényleg ennyire kiegyenlített lesz a választás eredménye, amit most a felmérések jósolnak, meg egyáltalán a jelöltek óvatoskodásából is ez következik, vagy pedig születik egy meglepetésszerű győzelem majd valegyik másik oldalon? Ezt hangsúlyozták is mindegyik közzétett mérés esetében, hogy a statisztikai hiba határon belül mozog az eltérés. Tehát amit ott látunk, és az ellenkezője is valóban, ez most egy ilyen
helyzet. Hát ugye függetlenül attól, hogy mit mérnek a közvéleménykutatók, vagy hogy a felvidéki magyar ember azon gondolkodik, hogy elmenjene vagy sem, két ember közül az egyik Szlovákia köztársasági elnöke lesz. Igen, erről majd még szeretném beszélni a magyar választó, hogyan dönt. Ami talán Pellegrini vitorlájába fújhatja a szelet, hogy az ő esetében még lehetnek tartalékok, úgy azt láthatjuk, hogy Korcsok nagyon jól mobilizálta a nagyvárosi, jól mobilizálható, véletlenül liberálisabb irányultságú választót. Akik a számítógép mellett ülnek, azok általában ugye Korcsok emberei, mondhatjuk. Az első fordulóban bizonyosan. Forró Krisztián bejelentését követően szinte fölújongott a lelkem, hogy szlovákok tömegeinek ennyire fontos Malina Hedvig ügye, vagy a kétnyelvű feliratok kérdése. Ha ez így van, akkor meg vagyunk mentve valóban, mert ez utána gyakori téma lett, hogy a Magyar Szövetség vezetője Peter Pellegrini mellé állt. Tehát a szlovákok, nem a magyar választók részéről, tehát örülök, hogy ők is aggódnak. A szlovákok olvasták Forró Krisztián fejére, visszautalva ezekre az eseményekre. Egyébként ott voltál a sajtón, Szilárd még az évét sem tudta ott a kolléga, Marina Hedvig megveretésének. Hát azért a sajtótájékoztatóval, most ugye nincs magyar jelölt, tehát talán nem mondhatom az egyik benyomásomat, hogy azért Trianon óta nem fordult elő, vagy most fordult elő először, hogy a magyar párt elnöke szlovákul szól a saját támogatóihoz. Tehát ugye ezt lehet mondjuk egy mérföldkőként is fölfogni a skóciásodás felé vezető úton, tehát amikor a skótok már nem beszélik ugye a skót nyelvet, de identitásukban meggyőződése skótnak tartják magukat. Ilyen messze menő következtetést érdemes levonni? Hát nézd, hogyha 100 év alatt eljutottunk ideig, akkor a következő 100 évben el tudom képzelni ugyanezt. Aztán egy szlovák ember saját pénzén lefordítatta a magyar párt elnökének szlovák szövegét, ugye Pellegrini finanszírozta azt a hirdetést, ahol a képaláírásokkal van magyarul lefordítva ez a fölhívás. Végülis az én kérdésem is erre vonatkozik. Igen, folytatod is igen. A témát. Ugye fölértékelődött láthatóan a magyar választóknak a súlya, hiszen ennyire szoros a verseny, mindkét jelölt kivetette a hálóját a magyar szavazatokra. Történt a bejelentés Forró Krisztián részéről, érvek szólnak amellett, hogy Pellegrini támogatja, ezeket az érveket elnök úr elmondta. Ugye nyilvánvalóan viszont a helyzet az, hogy a magyarság láthatóan ezért megosztott ebben a kérdésben. Hogyan látjátok ti személyesen, a magyar választók hogyan fognak dönteni április 6-án? Egyrészt hányan mennek el, többen mennek el, mint az első fordulóban, és azok, akik részt vesznek a választáson, azok kit támogatnak nagyobb számban a ti meglátásotok szerint? Szilárd, téged kérdezlek először. Azok az emberek, akik az első körbe Forró Krisztiánra adták a szavazatukat, ez a réteg valószínűleg nagy számba, ha nem is teljes egészébe, de el fog menni ismét az urnákhoz, és Péter Pellegrinit fogja támogatni a szavazatával. Milyen érvek szólnak emellett? Most azért a kedves nézők fel is jelezzük, hogy mik azok a fontos üzenetek, amik mellett így dönt majd a magyar választó. Azért, mert ugye párhuzamos témákat említett, kommunikált mindkét jelölt, Forró Krisztián is és Péter Pellegrini is. Tehát valamiféle nagy átszavazási kényszerre nincs szükség Forró Krisztián támogatóinak, tehát hogy nem kell a saját árnyékukat átlépni, hisz lényegében Péter Pellegrini majdnem ugyanazt kommunikálja csak szlovákul, mint amit Forró Krisztián kommunikált az első fordulóba, vagy nagyon sok megközelítésébe hasonló, tehát nem okoz valamiféle lelki, kulturális vagy ideológiai meghasonlást a Forró Krisztián. Mire gondolsz, Szilárd? Az ukrajnai háború kérdésére, ukrajnai családtámogatása? Brüsszelhez való viszony, kulturális kérdések. Tehát ezekben azt lehet mondani, hogy egy húron pendül a két jelölt. Megmondom őszintén, hogy én azért még hozzátennék egy olyan szempontot, ami talán számomra fontosabb, mégpedig az, hogy Peter Pellegrini azt a reményt vetíti előre, hogy államfőként nem fogja elrontani a magyar-szlovák államközi kapcsolatokat, amik az elmúlt időben szerencsés módon azért fejlődtek. Megéltünk olyan időszakokat a korábban, akár az Ódor kormány idején, amikor komoly feszültség alakult ki a két ország kormánya között, és néha lebecsüljük az államfő szerepét, de a Grassalkovics palota lakójának igenis fontos szerepe van abban, hogy a diplomáciai kapcsolatokat hogyan alakítja. Tehát számomra valahol ez is legalább ennyire fontos, hogy a magyar-szlovák államközi kapcsolatok tekintetében egyfajta stabilizáló erőként hathat. Ez szinte biztosan lehet venni. Pellegrini jelöltsége. Laci, te hogyan látod, a magyar szavazók döntését mi fogja befolyásolni? Nagyon sok mindent itt elmondott Szilárd, én is kiegészítettem.
Hogyan látod, azért a várható magatartás mégiscsak az, hogy sokan otthon maradnak, visszagondolunk az előző választásokra, rendszerint alacsonyabb Dél-Szlovákiában a választókedv, most ez mitől változhat meg? Véleményem szerint a korábbi évek tendenciáit fogja másolni ez a második forduló is, tehát nem gondolnám, hogy a déli járásokban, legalábbis a tömb magyarság körében, tehát a komáromi és a dunaszerdei járásban kiugróan magasabb lenne a részvétel a második fordulóban, mint az elsőben volt. Tehát, de azért azt jegyezzük meg, Laci, hogy akkor itt volt a legalacsonyabb. Ennek a megismétlődését várod? Hát nagyban hasonló eredményt várok. Azok a magyarok, akik elmentek és az első fordulóban vagy Iván Korcsokot vagy Peter Pellegrini támogatták, valószínű, hogy megteszik ugyanezt a második fordulóban is, tehát az ő számukat, az ő arányukat bizonyosan ismerjük. Itt a déli régióban a sok településen győzni tudó Forró Krisztián választói lehetnek a mérleg nyelve. 271 településen győzött, ha jól tudom, Forró Krisztián. Ami nem lebecsülhető számú település. Hát ugye ezt vasárnap délelőtt már a Magyar Héten, tehát a választások első forduló utáni vasárnap délelőttjén a Magyar Héten már részletesen fent volt minden eredmény településre. És jegyezzük meg, hogy ugyanezt most is megkaphatják majd az olvasók, hogyha ellátogatnak a Ma Hét oldalára vasárnap. Azokon a településeken lehet valami többlet szavazat valamelyik jelölt irányába. Hát ugye a dél-szlovákiai harabin szavazók bár voltak azok is, hogyha városokat nézzük, akkor ott azért kapott falvakba kevésbé. Kérdés, hogy ők hova állnak, hogy az ő 11%-os vezérük milyen irányú kommunikátumokat fog kiküldeni még ebben a néhány napban, hogy eddig nem igyekezett. De tehát a magyar lakta térséget illeti, az országosnál mindenképpen alacsonyabb lesz a részvétel, ezt különösebb kockázat nélkül kijelenthetjük. Korábban számos bírálatot kapott a Magyar Szövetség és Forró Krisztián is, hogy nem mondott világos igent vagy nemet fontos politikai kérdésekben. Most ez megtörtént. Június 8-án európai parlamenti képviselőket választunk. Vajon ennek a döntésnek milyen kihatása lesz erre a voksolásra? Hát úgy gondolom, hogy a stratégia világos, tehát az, hogy Peter Pellegrini támogatta Forró Krisztián. A taktika, hogy ez hogy történt meg, az esetleg bizonyos kérdéseket fölvet. Ugye, tehát az, hogy nem volt pontosan azonosítható, hogy ez most Forró Krisztiánnak a támogatása, vagy a Forró Krisztián vezette párt támogatását is ide lehet érteni. Úgy utána voltak bizonyos zörejek, tehát mindkét oldalról, aki akár pro, akár kontra álláspontot foglalt el ebbe. Volt egy nagy sikerű királyhelmeci kirándulása Péter Pellegrininek, ugye, amit Gyimesi György szervezett, vagy ő kezdeményezett. Azt lehet mondani, hogy tehát ugye maga a bejelentés túl hosszú mediális életet nem élt, hiszen este már a médiában a királyhelmeci gyűlésről is voltak a beszámolók, ugye megspékelve olyanokkal, hogy nagyon gyorsan oda tudott érni, hogy repülővel érkezett, hasonló. Talán mondjuk úgy udvariasan, hogy a spontaneitás jegyeit is hordozta magába ez a Magyar Szövetség elnöki expozé. Bízom benne, hogy lesz a Európa Parlamenti választásokig annyi idő és annyi plusz forrás, hogy új impulzusokat tudnak bevetni, és nem pedig a mostaniak alapján fogják a választók megítélni a Magyar Szövetséget. Átfogalmazom a kérdésemet, Szilárd. Az, hogy világosan értékek mellett állást foglalt, most így vagy úgy a szövetség, ez segítheti a választók tájékozódását június 8-án, vagy éppen ellenkezőleg, ezzel szavazatokat veszíthet a Magyar Szövetség. Hogy látod? Attól tartok, hogy szavazatokat veszíthet-e, mert ugye egyre inkább a Magyar Szövetség úgy konfigurálja magát, mint egy határozott ideológia mellett is elköteleződő párt, nem csak az etnikai képviselet mellett. Tehát az etnikai képviseleten belül is határozott konzervatív hozzáállást kommunikál kifelé, és valószínűleg, hogy akik csak mint magyar pártot láttak benne, most már azt fogják vetni, hogy ez egy magyar konzervatív értékeket valló párt, tehát aki ezen kívül esik, az valószínűleg el fog gondolkodni valamilyen alternatív választási javaslaton. Bennem a kis ördög ott munkál, hogy vajon kik azok a választók, akik még eltávolodnak, hiszen láthatóan a Magyar Szövetségtől eltávolodtak már azok a választók, akik a liberális, progresszív elveket erősen vallják, és nem bizonytalanok e tekintetben.
mondjuk, hogy a konzervatív skálán is a nullához közelebb és a nullától távolabb álló érzelmű emberek. Mindig ugye, tehát a kínálattól is függ, az alternatív kínálattól, hogy azok, akik esetleg nem annyira erősen kötődnek az etnikai politizáláshoz, vajon valamilyen más forrásban, más pártnál látnak olyan vonzót, ami az ő saját helyzetét esetleg kedvezőbben tudja befolyásolni, vagy jobbá tudja tenni. Laci, te hogyan látod az EP választások esélyeit? Megint csak reakciót várok, Szilárd megjegyzését. Még visszakanyarodva, hogy kik, ahhoz, hogy kik távolodhattak el, valószínű, hogy azok, akik a Smert annyira nem zárták a szívükbe, és tehát meglátjuk, hogy ők sokan vannak-e, vagy kevesen, de azért vannak néhányan. Tehát mindenképpen ennek a döntésnek is hatása lesz az európai parlamenti választásokra, ahol ugye Hamran István, Ódor Lajos és a magyarul szintén beszélő Branislav Becék is megpróbálja megszólítani magyar nyelven, vagy magyar szimpátiával, magyar háttérrel. Vagy magyar területen. A magyar szavazókat, tehát biztos, hogy nem a magyar szövetség listáján lesznek az egyedüli magyar indulók, mindenképpen kielezettebb lesz a verseny, mint legutóbb. Meg azt felejtsük el, bocsánat, hogy még hogy hozzátegyem. Felejtsük el ugye, hogy a mostani, mondjuk úgy, mosolypolitika, az ki fog tartani az Európa Parlamenti választásokra is. Tehát a Peter Pellegrini vezette Halasz párt, vagy a Robert Fico vezette Smer párt, ugyanúgy ki akarja harapni a saját részét. Tehát riválisok lesznek a magyar szavazatokért folytatott versenyben. Tehát az, hogy most milyen akaratettség, vagy pedig gondolati közeliség van, ez ne tévesszen meg ugye a választókat, tehát nulláról kezdődik a helyzet. Ha már említettem Ficót, azért annyit elmondanék a szereplésével, hogy a szereplése, illetve pontosabban a nem szereplése szerintem a második fordulónak egyik meghatározó momentuma. Én magam nem tudom a magyarázatát annak, hogy miért ennyire langyosan, latymatagul, szinte kötelességszerűen áll csak ki Peter Pellegrini mellett. Egy olyan gondolattal, amennek az első szavai úgy kezdődnek, hogy bár Peter Pellegrini nem a tökéletes államfő jelölt, utána aztán már mindegy, hogy mit mond, tehát hogyha így vezeti föl, talán a személyes sértődöttségét nem tudta átlépni, és nem tudott pragmatikus politikusként föllépni ebbe a kérdésbe. Ha esetleg elúszik Peter Pellegrini elsősége, akkor én elsősorban ebbe a nem támogatásba látnám annak az okát. Mert azt már választók kaptak egy impulzust az elnöküktől. Pontosan, tehát ez egy se nem piros, se nem zöld, ez egy langyos narancssárga. És jegyezzük meg, hogy megágyazva egy koalíciós feszültségnek, egy várható koalíciós feszültségnek, amiről ha tényleg itt történik, hogy Pellegrini veszít, lesz még alkalmunk itt beszélni. Kedves nézőnknek is bizonyára feltűnt, hogy Magyarországon az elmúlt két hónapban milyen élénk hullámokat vetett a belpolitika, kezdődött a kegyelmi üggyel, és folytatódott Magyar Péter feltűnésével. Kérdezem a kollégáimat, elsőként Lacit, hogyan értékelitek, ma már jelenségként beszélnek a politikai jelenzők Magyar Péterről, látsz-e, vagy láttok-e esélyt arra, mindkettőtöknek szól a kérdés, hogy megkapaszkodjon a politikai térben, most jelenleg leginkább a magánéletétől hangos a magyar nyilvánosság, Varga Judit elég megrázó interjút adott nemrég, és hát ez úgy képbe helyezte Magyar Péter személyiségét is, van-e ezek után esélye a nagy politikában teret foglalni Magyar Péternek? Ja, március 15-én volt egy programnyilatkozatnak is tekinthető beszéde, ami tehát az ő aktualizált 12 pontja, hogy mit szeretne politikában elérni, azt ott vázolta. Hát eddig főként valóban így a magánéleti spektrumba igyekeznek őt visszaszorítani a kormányzati kommunikáció teréről, de ő sem nagyon igyekszik, hogy tehát politikai kérdés, inkább most egy ilyen reaktív üzemmódba ment át a Varga Judit interjút követően. Időszaki messiások voltak, kérdés az, hogy milyen háttértámogatással egy jól beágyazott, működő Fidesz gépezettel szemben kell magát megfogalmaznia, és esetlegesen érvényre juttatni a saját érdekeit. A hátterének ismerete nélkül erről csak óvatosan mernék nyilatkozni. Szilárd, szerinted kire veszélyesebb most Magyar Péter, az ellenzékre, amely láthatóan azért eléggé teret veszít Magyarországon, vagy pedig a kormánypártokra, hogy Laci utal, hogy velük szemben kell felvennie valamilyen módon a harcot Magyar Péternek ahhoz, hogy a politikában ott legyen?
Hát ugye három helyzet van, vagy három probléma, vagy három téma. Ugye van Magyar Péter magánéleti helyzete, vagy magánéleti problémája, második a Magyar Péter által közzétett információk, és a harmadik, amiről örülök, hogy Laci nem feledkezett meg, és mindjárt első helyre tette, a március 15-én összegyűlt több tízezer ember. És ugye április 6-án egy újabb tüntetést helyezett kilátásba. Egyrészt az, meg hát ugye az igazi megmérettetés az az esemény lesz, amiről itt már többször beszéltünk, az Európa Parlamenti választása. Ha el tud indulni? Nem is Magyar Péter szempontjából mondanám ezt fontosnak, hanem általában véve a magyarországi politikai helyzet, hogy a Magyar Péter Varga Judit féle ügynek a magyar közvéleményre, választói közvélemény gyakorolt hatását tudjuk lemérni majd ott, attól függetlenül, hogy elindul-e Magyar Péter vagy sem. Szerintem egy akkora gépezetben, mint amit te is említettél, tehát ami a magyar államigazgatás nem csak horizontálisan, hanem most már vertikálisan, ugye több választási időszakra visszamenőleg megszervezi, az nem titok, vagy nem szégyelnivaló dolog, hogy egy ekkora rendszerbe fordulhatnak elő problémák. Mindig a kérdés az az, hogy bizony az almából úgy sikerül eltávolítani a féregesét, hogy az elevenyét ne érje az orvoslás. Tehát, hogyha vannak problémák a magyar közigazgatásban, akkor nyilván akkor ekkora kormányzati tapasztalattal rendelkező intézmény, mind ami a kormánypárt, azt ezt kezelni fogja. Kegyelmi ügyre gondolsz, ugye? És annak a visszahatására? Akár a kegyelmi ügy, akár az, amit Magyar Péter kommunikál, mindenféle háttértevékenységekről. Ugye a politikában egy régi, tehát alapelv az, hogy nem kimondottan az a lényeges, hogy valami igaz vagy nem igaz, hanem az, hogy hihető-e vagy sem. És ez lesz a fő kérdés ebből a szempontból az Európa Parlamenti választásoknak Magyarországon. Nyilván az önkormányzati választásokra még a legnagyobb igyekezettel se tudja egy új kezdeményezés magát megszervezni országosan, és nagyon érdekes az, amit a magyarországi ellenzékkel kapcsolatban is mondtál, ami úgy tűnik, hogy a kiváró politikájával egyre inkább még outsiderebb pozícióba hozza magát, mint amiben eddig volt. Ugye a legutóbb, amit esetleg ilyen polgári kezdeményezésnek mondhatnánk, az a kétfarkú kutyapárt, az is már néhány éve benne van a magyar politikai életben, és valamiféle világmegváltást, vagy ahogy te említetted, ugye messianisztikus föllépést. Hát ilyen anti-establishment, tehát az elitellenesség. De megmaradt abban a szűk intellektuális körben, igen, ugye, ami erre fogadó. És most nem ebből a társaságból, tehát nem az ellenzéki társaságból lépett ki Magyar Péter, hanem épp az ellenoldal részéről. Tehát én ilyen szempontból, politikai szempontból, függetlenül attól, hogy ő vagy valamiféle új párt, ugye Talpra Magyarok című kezdeményezésként apostrofálta ezt, hogy elindul-e a választásokon vagy sem, meg fogjuk látni, hogy valamiféle erózióra sor került-e ennek alapján. Tehát azt hiszem kijelenthetjük, hogy vízválasztó mindenképp az európai parlamenti választás lesz ebben a tekintetben. Mostani tudásunk szerint. Mi viszont még itt Szlovákiában, Felvidéken az államfőválasztás második fordulója előtt vagyunk. Szombaton tartsanak a ma héttel, ahogy az első fordulóban most is azt ígérjük, első kézből szállítjuk az adatokat a statisztikai hivatal jóvoltából, és másnap pedig részletes elemzésekkel jelentkezünk. Köszönjük, hogy ezúttal szerdán velünk tartottak, és várjuk Önöket jövő héten, már a megszokott időpontban, csütörtökön. Kollégáimnak köszönöm a hozzászólásokat, Somogyi Szilárdnak és Kocur Lászlónak, a nézőknek pedig a megtisztelő figyelmet. Viszontlátásra!